Szigeti Adrián vagyok, szolfés tanítok a hangszeren tanuló gyerekeknek. A szolfés sokak számára ijesztően hangzik, kötelező tanulnivalót, száraz, unalmas dolgokat jelent. Ez egyáltalán nem így van. Csodálatos dolog, hogy létezik egy nyelv, amit a világ minden táján értenek. Egy nyelv, melynek segítségével zenét teremthetünk, együtt zenét alkothatunk. Már több mint 4000 éve próbálják a zenészek leírni a zene hangjait, hogy az megmaradjon az utókornak, hogy az énekelt, játszott dallamokat másokkal is megoszthassák. Ma a világon bárhol is élünk, bármilyen nyelvet is beszélünk, a kottát mindenhol egyformán olvassuk. A szolfés ennek a zenei nyelvnek az elsajátítását jelenti. A zene alapja a ritmus, a dallam és az együtthangzás. Kodály Zoltán zenei anyanyelvünknek a népdalt tekinti. A gyerekekkel mi is ezzel készültünk, hogy megmutassuk, hogy a szolfés nem csak kottázás és elmélet, hanem játék és közös zenélés.